2024. január 1 itthon is kötelező visszavenni az italos palackok, dobozok nagy részét. Az új visszaváltási rendszer lényege, hogy minden üveg, fém és műanyag palackos ital értékesítésekor egységesen 50 forintot számolnak majd fel az üzletek, amelyet a vásárló akkor kap majd vissza, ha visszavitte a palackot. A cél az, hogy minél kevesebb szemét termelődjön. Fontos az is, hogy csak azokat az italcsomagolásokat lehet majd visszaváltani, amelyek január 1-e után kerültek a forgalomba, és megtalálható rajtuk az egységes visszaváltási logó és az új vonalkód. Az erre a célra kialakított automaták, repontok a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező élelmiszerboltokban találhatók majd meg. A rendszerhez önkéntes alapon is csatlakozhatnak a kisebb üzletek is, gépi visszaváltóként. A visszaváltó pontok teljes listáját a Mohuk weboldalán és a hamarosan elérhető Repont applikációban találhatják majd meg a fogyasztók.